Üdvözlök mindenkit! Hát akkor most nézzük, hogy is kell használni ezt a Movie Maker-t, egy egyszerű forgatott videó készítésére, akár fényképekből, akár rögzített videóból. Hát először is ajánlatos egy mappába berakni az összes olyan képet, videót, amit ből szeretnénk csinálni. Ezeket így egyben is akár be lehet importálni ide, és akkor ugye ezek itt meg is vannak. Mondjuk kezdjük, hát hogyha mondjuk akarunk egy főcímet, akkor itt a címek táblistára kattintunk. Én mondjuk most úgy szeretném, hogy a logónkat is ráteszem, behúzom ide a filmszalagra, rányomunk a címek táblisták. Ha a címet az elejére akarjuk, akkor logikusan ide kattintunk, mivel nekem már benn van egy kép, én erre szeretném rátenni. Ezért ide kattintunk, beírom a szöveget, amit szeretnék. Kiválasztom a hozzávaló animációt, ami rengetegféle lehetőség van. Mondjuk ezt a több rétegű mozgó címek, itt egyben meg is jelenik, hogy ez hogy fog kinézni. Rányomunk, hogy hozzáadja. Behúzom a következő képkockát. A kettő közé berakhatok ilyen áttűnést, így simán csak ráhúzzuk. Ez bármikor a kis filmünket előnézetben megnézhetjük, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Jó. Újra itt vagyunk a képeknél, egy újabb képet húzunk be. Teszünk mondjuk hozzá egy másik áttűnést, kinek mi a kedvenc, hogy tegyük ezt ide. És akkor mondjuk ha szeretnénk hozzárakni egy videót is, mert mondjuk van videónk is, akkor rámegyünk itt a videó importálásra, kiválasztunk egy videót, amelyeket szeretnénk. Ez egy kicsit hosszabb ideig tart, amíg betölti, ugye képkockánként szét fogja szedni, hogy akár lehet vágni is. Már azzal, hogy nem minden kockát teszünk be. Ugye ez megtörtént, itt van kockánként a kis videónk. Nem mondtam az előbb, hogy ezeket a kis effekteket, amiket itt beraktunk, ugye ez a színbeúszás például, ezeknek a hossz idejét lehet csökkenteni, növelni azáltal, hogy rákattintunk a... És akkor lesz egy ilyen piros nyíl, és tudjuk növelni, csökkenteni. Utána, hogy meg tudjuk nézni az előnézetbe. Így. Na, akkor most ezzel meg vagyunk, akkor betesszük ugye a kis videónkat. Szépen így kockánként. Na, mondjuk így. Mondjuk ennyi elég. Ennyi elég. És akkor mondjuk ég, ha akarunk rakni be képet. Ugye? Ide a végére szeretnénk rakni még egy képet. Megtörténik kettő közé egy áttűnés. Bármilyen, amit szeretnénk. Tehát választom. Na most a videóhoz is lehet rakni egy áttűnést, plusz videóeffektusok is vannak. Ezeket így meg fényerőcsökkentés, elhalványítás, így tudom én, régi film, az egész régi film lett.
Most egyelőre csak egy videó áttűnés. Csináljunk. Mondjuk egy ilyen szilánkosat. Na most ugye itt van a videóhoz rögzített hang is. Álljunk ide a legvégére, tegyünk be egy elhalványulást. Így. Látjuk a... Nézzük meg. Nem, ez nem jött be. Itt ilyenkor csak simán rá tudunk menni, és ki tudjuk törölni is akár. Tehát... Akkor ide tegyük be. Így ez megvan. És akkor... Mondjuk szeretnénk hozzárakni egy bármilyen alapzenét. Rányomunk a hangimportálásra. Kiválasztunk egy általunk jónak vélt zenét. Behúzzuk ide a hangi zenesávra. Le is teszi. Na most akár meg is nézhetjük, hogy működik-e. Ha túl hosszú a zene a filmhez, akkor ugye a szokásos, már az előbb ismertett vágási móddal kisebbre tudjuk vágni, hozzá tudjuk igazítani a filmhez. Akár a kezdetet is tehetjük, a film közepére is, teljesen mindegy. Na, még egy kevés, így. Na most ugye, hogy ne egyszerre szóljon a videónak és az alapzene is, ezért ezt tudjuk csökkenteni mondjuk az alapzenének a hangját, vagy akár a videó felé, amelyiket jobban szeretnénk, hogy hangosabban szóljon. Így tudjuk beállítani. Eszközben előnézetbe tudjuk állítgatni, hozzá tudjuk állítani, hogy mennyire lehessen hallani. Meg vagyunk, bezárjuk. Ide még mondjuk teszünk egy kis hozzászólást. Kiválasztunk hozzá egy animációt is. Ez szerintem jó lesz. Akár változtathatjuk a betűszint típusát, bármit. Hozzátesszük. Megnézzük elő. Így. Jó lesz. És akár megnézhetjük az egész videót is. Elejétől. Ha ezzel megvagyunk, akkor rányomunk a mentés a számítógépre. Kiválasztjuk, hogy hova. Legjobb minőség. Tovább. És akkor csak várunk. Igazándiból ez egy kis időt igénybe vesz. Ha ezzel megvagyunk, akkor föltölthetjük bármilyen file megosztóra, YouTube-ra, akármire.
Kész a konvertálás, rányomunk. El is indul a lejátszás. Hát jobb minőségű fényképet is berakhattunk volna. Hát ez csak a próbáért. Vagyunk a YouTube oldalon. Feltöltésre kattintunk, kiválasztjuk a filmünket. Elindul a feltöltés. Feltöltött a videó. Adhatunk neki egy címet. Leírást, kiválaszthatjuk a kategóriát. És azt, hogy kik láthassák. Itt a link. Néhány perc és látható, próbáljuk is ki. Látjuk. És ha minden igaz, már megy is egy kis videónk. További jó filmkészítés mindenkinek. Megtörtént a feltöltés, megkaptuk a linkünket. Körülbelül egy 5-8 perc, mire a videó elérhető.